11 ország 380 versenyzője, köztük örmény, izraeli és ukrán sportolók vettek részt a háromnapos Pécs kupán, a Lauber Dezső sportcsarnokban. A 20 külföldi klub 180 sportolója mellett számos hazai egyesület vett részt a megmérettetésen. Budapestről három nagy ritmikus gimnasztika klub versenyzői jöttek el, Baranya megyét pedig a házigazda Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület mellett az Aranyszalag PRG-esek képviselte. Rengeteg nemzetközi versenyre sikerült eljutnunk, és ott is nagyon szép eredményeket értünk el, illetve a hazai versenyeken is értünk el jobb eredményeket, és egyesületben is harmadikak vagyunk most az országos rangsorban első osztályban, úgyhogy ez óriási eredmény. Illetve tavaly 2021-es szezonban én együttes kéziszer válogatottban voltam junior csapatban. Ez volt eddig így a karrierem fénypontja, és valószínűleg ez is lesz. És ott egy évet töltöttem fel Pesten, és ott rengeteg nagy versenyre mentünk, és az Európa-bajnokság volt a csúcspont, ahol hatodikak lettünk szalaggal. Négyszerrel indulok, karikalabda, buzogány és szalag, és este leszünk ugye szenior kategóriába. A Pécs kupán nekem mindig egy más légköre van, szóval ugye itt minden egyesület tag itt van, és együtt vagyunk, szurkolunk egymásnak. Igazából nem is a tét a lényeg, hanem tényleg csak, hogy jól érezzük magunkat, és hogy mit tudunk összehozni közösen. Először elmentünk, és nagyon megtetszett nekem, és a tesóm is ezt választotta, szóval hát akkor már én is. Hogy minél jobb legyek, és hogy már próbáljak mindenből, meg buzogányból is jobb gyakikat csinálni. Kb. 7 éve ergézek, és az unokatestvérem is ide járt, és miatta kezdtem el ergézni. Karikalabda, buzogány, a labdában egy picit hibáztam, a többi meg jól sikerült. A verseny magas színvonalát jól mutatja, hogy az első osztályban több mint 100 versenyző indult, és a 19 nevezett bíró közül 6 a Nemzetközi Tornaszövetség által akkreditált FIG bírói vizsgával rendelkezett. A junior és senior korosztályban több nemzeti válogatott is szerepelt. Erős mezőny jellemezte a viadalt, főleg az izraeli, az ukrán, a román és az örmény tornászok voltak kiemelkedőek, de a budapesti egyesületek is a legjobbjaikat nevezték. Ez nagy örömömre szolgál, hogy a 20. Pécs kupát haza tudtuk ismét hozni a városba. Jelen pillanatban 11 országnak a 29 csapata képviseli magát, 22 külföldi csapat, 380 versenyző, közel 1000 kislány mutatja be a gyakorlatát ez a három nap alatt. Hát először is a tétje az a versenyzés, hogy minden kislány örömöt szerezzen benne, és nyilván a lehető legjobb szereplés. Mindig azt kell, hogy mondjam, és nem vagyok elfogult ezzel kapcsolatban, ez a visszaigazolások erősítenek meg benne, hogy ez egy magas színvonalú verseny. A Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület 72 versenyzője egyéni összetett versenyben 8 arany, 5 ezüst és 4 bronzérmet, szerenkénti versenyeken pedig 9 arany, 10 ezüst és 9 bronzérmet szerzett. Felnőtt első osztályban Lovász Luca válogatott sportoló nem szerepelt, mert ő eközben Spanyolországban élete első Challenge világkupa versenyén indult, ahol a kiváló 15. helyet szerezte meg. Hegedűs Hanna összetettben a cseh és a román válogatottak mögött negyedik, Fekete Liliana pedig ötödik lett. Hanna szalaggyakorlattal ezüstérmet, Lili pedig labdával aranyat ért el. Az utánpótláskorú versenyzők is nagyon jól szerepeltek. Neo Kirtner Zoé összetettben első lett, szerekkel egy arany és 2 ezüstöt szerzett. Hesz Franciska Míra pedig összetettben második, labdával első lett. Kahovec Kinga összetettben szintén ezüstöt, karikával aranyat ért el. A legkisebbek között Kristóf Szinta Déva a 2014-ben születettek versenyében első, Hefner Laura pedig harmadik helyen végzett.